Jó estét kívánok! A ma esti vendégem humoristaként, stand-uposként ismert, és a monológiaiból jól követhető az élete is. Például az, hogy 12 évig dolgozott a vasútnál, hogy merre járt a világban, meglehetősen sokfelé, vagy éppen, hogy miért vett részt szárnyhúzó versenyen. Badár Sándor, örülök, hogy eljöttél. Szia, köszönöm. De mi az, amiről soha nem beszélnél? Van olyan téma, amit nem egyszerűen elvből kizársz ezekből az estekből? Vannak, igazán... Hogyha meg tudom közelíteni a humor irányából valamilyen szinten, akkor nagyjából mondhatom azt, hogy igazából ilyen nincsenek tabuk, de szoktam azért szelektálni olyan szempontból, hogy ez most érdekeli a közönséget, vagy nem érdekli a közönséget, meg van a magánéletnek olyan szférája, amit meg nem piszkálunk, mert hogy az meg nem tartozik a közre. De valószínűleg mindenkinek vannak ilyen apró lehet, hogy ugye minden szövegedet nem ismerem, de mondjuk például kevésszer kaptalak rajta, hogy forgatásokról beszél, filmforgatásokról, vagy azokról szoktál? Volt egy komplet műsorom akkor, róla. Akkor oké, okay. Akkor ezt csak én nem hallottam, erről lemaradtam. És akkor a magánélet volt a másik, amiről azt gondoltam, hogy azt igen, nem hallottam az, még. Az nem gond, tehát... Most a magánéletnek is vannak bizonyos szegmensei, amik esetleg felszínre jönnek, aztán lehet tálalni. Igazán a műsornak egy nincs tematikája nálam, hanem hogyha a közönségem olyan, hogy jön velem és érdeklődő, aztán akkor te is többet adsz? Beengedem őket, igen. De hogyha ez inkább firtató, vagy pedig kíváncsiskodó, úgy, hogy ez nem kifejezetten szolgálja magát a műsort meg a jókedvet, akkor roló. Tehát akkor nincs, akkor ugyanúgy nekem is vannak olyan pillanatai, amiket nem akarok megosztani másokkal, vannak problémáim, amiket nem tartozik senkire, vannak családi dolgaink, amik nem kifejezetten szolgálják a közt. Tehát ez nem kifejezetten arról szól, hogy fekete meg fehér, hanem igazából véve olyan vagyok, mint a 14. Lajos, hogy megengedem a népnek, hogy közelebb jöhet hozzám, vagy nem. De azt például használnád, vagy arra például használnád, hogy mondjuk a fiadnak segíts. Én mostanában realizáltam, hogy Badár Tamás bűvész. Tehát lehet őt ismerni, most már egyre több helyről hallom a nevét. Igen. Szóval, hogy például a műsoraidban azt megteszed, hogy róla elkezdesz beszélni, ami nyilván segít neki, vagy de nem tudom, hogy segít el. Hát most már akkor 2-0, de akkor most már azt kell, hogy mondjam, hogy most már meg kell, hogy hívjalak egy előadásunkra. Mert erről is szoktál beszélni. Hát van komplett műsor, Badár & Badár néven, vagy címen, ahol kifejezetten arról szól a történet, hogy ugye bűvész és ügyes. Én sose voltam bűvész, de minden szülő úgy irányítja a gyerekét, hogy ami neki nem sikerült, majd a gyerekből az lesz. Ez egy elég rossz irány egyébként így az emberek zömében, mert így lesznek olyan pályatévesztett, most akartam sarkítani, de nem jut eszembe, balettesek, vagy egy férfi létére nem biztos, hogy ha 110 kiló, akkor balettezni kell, de ugye mivel nem jött össze a szülőnek, ezért a gyereknek az kell. És természetesen, és nagyon sok félre sikerült zongoristánk van, meg nem tudom micsoda, akiből aztán majd 30 éves korára kipattam, hogy nem zongorázni kell, hanem gitározva, rockzenész leszek, és akkor visszaköszön. Hát én ugyanígy nem akartam bűvész lenni, meg sose akartam azt, hogy a fiamból az legyen, ami nekem nem sikerült, hanem azt akartam, hogy ami neki tetszik, legyen az. De bocsánat, de mi az, ami neked nem sikerült? Tehát, hogyha ezen logika mentén mennénk, hogy ha egyáltalán felmerülne, hogy azt nevelje a gyerekedből, ami neked nem jött össze, akkor mi lenne most Badár Tamás? Nem akartam azt nevelni a gyerekemből. Tehát jó, de ezért mondom, hogy egyáltalán felmerülne. De úgy is kérdezhetném nagyon egyszerűen, hogy jó, mi az, amit szerettél volna, de nem sikerült? Nem tudom. Amikor megszületett, akkor annyira erős kezei voltak, meg annyira vaskos ökle volt, amikor így harcolt a tejért, hogy meg voltam győződve, hogy nagyon jó karatés lesz belőle, hiszen én karatéztem, és akkor majd a gének menjenek tovább. Aztán nagyon jó tájcsi is volt, és nagyon-nagyon jó vúsús volt, de nem karatézott sose, de nem erőltettem rá, hogy akarjon karatézni, ha nem akar. Uh-huh. Tehát nem volt minden áron. De hogyha akart volna, akkor valószínűleg lett volna hozzá a tehetségem, mert azt láttam. De az majd vannak emberek, akik kiemelik, nem a szülőnek kell ostorral kergetni. Akkor ugyanígy
volt egy csomó dolog, nagyon jó rajzolt. De az iskolában volt egy rajztanárnő, aki sikeresen leszoktatta erről a hülyeségről, így aztán abba hagyta. De fantasztikus jó fest. Remélem egyszer majd ki fog pattani az aranytojás, és akkor majd kiderül, hogy milyen ügyes festő. De nem hajtottuk mindenáll ebbe az irányba. Viszont voltak próbálkozások. Többek között, mint tudom, 3 éves korában kapta tőlem az első kártyatrükket, amit egy bűvész barátomtól kaptam, akivel együtt harcoltunk közösen különböző vásárokba, és akkor mindig vittem haza egy kis vásárfiát. Hát ebből most komplett blokk született ugye a műsoron belül, mert én felvázolom azt, hogy jut el az ember a bűvészet irányába, és hát a apukának vagy a szülőnek meg hogy nem sikerül különböző szegmense az életeknek a kezdetekkor, és akkor ez az egyikből A irány, a másikból meg B irány, de ezek valahol majd biztos, hogy fognak találkozni. És akkor persze nem hagyom ki belőle a közösen megbeszélt apró trükköket, ami mármint, hogy a titkokat inkább, amire rákérdeztél, hogy családilag és egyébként, mert ugye ezek szolgálják a műsort természetesen, mert a közönség nagyon kedveli azt, hogyha egy kicsit égetjük a másikat. Nem nagyon, de azért belemegyünk a részletekbe. És akkor ugye természetesen ez a második fél időben nagyon csúnyán visszaköszön, mert ugye a gyerek csúnyán visszaégeti az apját. És akkor a közönséget tud tapsolni. De te égtél már igazán? Hát, hogyha a bukásaimra gondolsz, akkor hát lehet, hogy arra, nagyon van számtalan pillanat. Tényleg? Hát hogyne. Hát ez, de mi a bukás? Hát, mi hogyha a bukás? Nem nevet a közönség, vagy mi a bukás? Hát mondjuk színházi darabban, hogyha abból indulunk ki, és mondjuk a premieren tudja meg mindenki, hogy nem is olvastam, de hogy még úgy se, hogy még a kötelező olvasmányaimban sem. Igen. Azt a darabot. Azt akkor bemegy az ember. Az na, mondj egy példát. Nagyon érdekes improvizáció. Hát, nem tudom. Például volt olyan darab, azt hiszem O'Neill darab volt, de teljesen mindegy végül is, papot alakítottam benne. Gondoltam, hogy jó lesz, majd állítatos leszek, meg nem tudom micsoda, a reverenda mindenben megsegíti az embert. Csak hát kellett volna mondani azt, ami le volt írva. Szóval az utolsó nap szokott elkapni a pánik, amikor legalább a végszó, hogy meglegyen a végszó, mert ugye a többiek nem tudnak elindulni, ha nincs végszó, mert ez olyan statikus a színház, és akkor nem, hogy a végszó nem jutott eszembe, semmi nem jutott eszembe. 12 sort még gyorsan bebifáztam közvetlenül a darab kezdése előtt. Ez ilyen klasszikus rémálom szituáció, amiről beszélsz. Bementem, aztán úgy döntöttem ott közvetlenül a színpadon, hogy átalakítom én ezt a papot. Ezt nincs olyan pap, aki nem szeretné a misebort. Ez egy ilyen kicsit egy ilyen kocsis, részeges pap voltam, aki félre beszél. Csak nem vettem észre, hogy fél óra lett a mise. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész darabot lenyomtam, az dermeten állt így az összes színész, mert ők a végszót várták, azt, hát azt elfelejthették arra az estére. Nem is lettem többet ebbe a darabba. Ez volt az első és utolsó szereplésed. A kezdenség együtt izgult velem, hogy vajon eljutunk-e A-ból B-be a végén, vagy meghal valaki, vagy lesz. De tulajdonképpen ez micsoda, hogy nem érdekelt, vagy azt gondoltad, hogy úgy is meg lesz, vagy szóval, hogy ez miért csináltad? Nem tudom, hogy ez a magam lázadásából történik-e, vagy nem. Sose voltam mindenáron egy olyan típusú ember, aki mindenáron karddal szembefut az árral, de a saját magam bizonyos típusú belső hangjai, meg megjegyzései a világgal szemben, azok voltak olyan, amit megengedett magamnak, meg amit nem. És ebbe beletartozott az is, hogy sose szerettem megtanulni valamit szóra, mert azt már leírták, azt követelik. De ez mind nincs baj, csak te ezt tudod tetszik magadról, akkor minek válaszol a szerepet, ahol ez a követelmény. Most a más is tudja, most már azt várják el, hogy nehogy véletlen szóra mondjam. Tehát, de miért filmben is kell szóra? Hát sok a film az egy egészen más egy játék. Hát most ez itt egy film. Tudjuk nagyon jó, hogy itt ülünk, nincsen probléma, mert ez ugye most van, de mégsem most adjuk le. És ugye most a pillanat most történik, az a kamera vesz engem, de hogyha véletlenül elfelejtem a szöveget, akkor ennél, amit megtanultál előre. Amit megtanultam természetesen előre, és ül egy dramaturg itt, akit nem látunk most kívül, és néz így a szövegkönyvet, hogy azt mondom, hogy szóra, és hogyha nem jött nekem eszembe, akkor egy testmozdulatnál kitartok egy pillanatra. Azért, mert akkor tudunk vágni,
kamera le, félrefordulok, hogy van tovább, mert fogalmam sincs, akkor megmondja a következő mondatot, és ebből a testtartásból indulunk tovább, hogy mert, hogy tudod, ezért van, és akkor adok egy lehetőséget a rendezőnek, hogy ott tudjon vágni. Ha ez élőben történik, akkor dráma van, amikor mindenki hallgat, azt nézi így félre, hogy szabad félre nézi, vagy nem szabad félre nézi, mindenki csak emelgeti a szemét, mert bólogat, hogy igen, igen. Na jó, és, félre, és improvizációval égtél már le? Hát tehát amikor nem kellett szöveget tanulni. Hát az annyira jó, mert azt nem tudja a közönség. Tehát nem tudják visszakérni Petőfi Sándor versét. Azt én tudom csak. És úgy alakítom, meg oda teszem, ahova akarom. De tehát természetesen nem. Segít nekem a közönség. Mert egyébként ez olyan érdekes, hogy egy csomó embernek könnyebb, hogyha van ilyen támpont, hogy mit is kell mondani. Te meg simán beszélsz ilyen akár egy órákat fejből, amit meg több, szerintem nagyon kevesen tudnak. Ugye ez egy nehezebb műfaj, ha úgy tetszik. Igen, hát jó, világos, most csak épp arról beszélek, hogy mi az a tehetség, amit megvan. Uh-huh. Csak hogy ez gyerekkorod óta van? De mondjuk te nagy hantás gyerek voltál? Nem, nem. Érdekes, mert főleg az őszinteségemről voltam íres, tehát hogy az volt a baj, hogy még nem tudtam, még hozzudni se tudtam, tehát hogy elmondtam mindig az igazat. És akkor ugye, hát persze akkor nem őszinte voltam, hanem hülye, de teljesen mindegy. Aztán csak egy hajszával összele kettőt egymást. És akkor persze, aztán idővel, amikor jöttek ezek a pillanatok, hogy meg kellett magyarázni, hogy miért nem sikerült megtanulnom a leckét, hogy ki volt a bűnös, aki eltette a táskámat, hogy jaj, bocsánatot kérek, de bennmaradt az egyik padban, még matek órán a füzet, és véletlenül elcseréltük, és a leceket én direkt elcseréltem, tehát a kis csintevéseim megvoltak, hogy az osztálytársnőmmel elcseréltem, hogy ott voltam nálunk, és nem vettem észre, hogy az ő füzetét tettem, mert ezért nem tudtam pont megtanulni a fizikát. Akkor kaptam egy órán 5-1-est. És akkor ezt meg kellett magyarázni hát valahogy. Nem megmagyarázni, hanem akkor onnantól kezdve rettegésben voltam fél éven keresztül, mert bukásra álltam. Azt nem volt lehetőség javítani. Aha. Tehát a tanárom nagyon-nagyon tudta díjazni ezt az őszintetlenséget. Aha. Jó, de azért akkor ezek szerint egy ilyen nagyon életre való, őszinte, de azért egy nehéz gyerek voltál. Jó gyerek voltam, nagyon érdekes barátaim voltak, nagyon-nagyon sok olyan barátom volt, akit ma a gyerekeket óvják. Jaj, csak vele ne! Ő vele ne találkozz, ha lehet, mert ő egy, tudod, más, meg ezért, meg az ő szülei, meg a nem tudom micsoda. Nálunk nem voltak ilyen tiltások. De most ez mire vonatkozik? Hát hogy kifejezetten... Szegény, vagy mondjuk, nevezzük úgy, hogy ez hát a korszakomnál, meg koromnál fogva egy olyan időszakban nőttem föl, amikor az iskola is egy nagy gyűjtő volt. Nem voltak még így elválasztva bizonyos kasztok egymástól, hanem ott mindenki egyszerre tanult, ugye szegény, nem szegény, gazdag, orvosfia, a legszegényebb, vagy a mély szegényebb, vagy ki tudja, tehát mindenki bűnöző, nem, az is egyszerre. És ugye hamar elválik egymástól, hogy ki melyik irányba fog menni, mert ugye hogy ne mondjam, hogy ami a környezet, meg amit tapasztal a gyerek, azt élvezi, amit megszok. És most nem tudom, hogy megszokik, vagy megszok, de teljesen mindegy. És akkor gyakorlatilag abba az irányba terelődik az élete. Egy ügyes tanár, aki, hogy úgy mondjam, példakép és nevelő, az tudja terelni még azt a gyereket is, hogy lelkesedést ad neki, és akkor kiemeli abból a közegből, és átemeli egy másik helyszínre. Na, nekem ilyen osztálytársaim jutottak. Tehát a szegény sorsból származó gyerekeket is fel tudta villanyozni úgy egy-két tanárunk, hogy halálosan lelkesen. Megszűntek ezek a különbségek. Elfelejtette. És tőled óvtak gyereket? Másik gyereket? Nem emlékszem rá. Nem. De pont ezt akartam mondani, hogy pont ez volt a lényeg, hogy nem volt ilyen tabu, hogy nem kellett nekem attól félni, hogy kivel nem szabad barátkozni. De ők is nagyon tudták, hogy szabad velem barátkozni, de amikor mentek lopni, akkor szóltak, hogy most ne gyere velünk. Tényleg? És nem mentél? És persze, nem mentem, mert tudták, hogy akkor majd mocskos verést kapok otthon, és ugye... Miért te kaptál verést otthon? Hát mindenki kapott, hát szerintem aki a 70-es években... Tudod, hogy ma már ilyen nincs? Hát hogy nincs, már ilyen nincs. Na jó, de ez ma már minden nevelési elvvel szembe megy. Igen, de nem biztos, hogy ez jó irány, de hát szerintem akkor egy korszak nőtt úgy föl, hogy azért egy pofon azért elcsattam 10 évente minimum, vagy... Pedig, ahogy mondod, nem is voltál rossz gyerek, tehát hogy nem jártál lopni azokkal, akikkel járhattál volna, vagy nem. Nem volt kötelező. De és hogyha tiltják egyébként, akkor mindig azt csinálja a gyerek, amit nem szabad, tehát akkor az még rosszabb.
De nem kifejezetten, nem kiemelni akartam ezt, mert hát ugyanúgy pont az a lényeg, hogy ezekkel a srácokkal, meg gyerekekkel tudtunk bandázni felhőtlenül, tudtunk egész nyáron elmenni úgy, hogy szétbicikliztük az agyunkat, nem aggódtak a szüleink, nem volt, hogyha fél óráig nem látnak, akkor már kerestetnek a rendőrséggel. Más volt a világ, persze hozzá kell tennem, mert hogy nem mondjam, hogy amennyit fejlődtünk előre agyba, annyit mentünk hátra morálba. Tehát azért ez nem kifejezettem most ennek az országnak a jelzője, hanem effektíve a világnak a jelzője, hogy sajnos a világ egy más irányba indult el, veszélyesebbé vált. Ez igaz, de mondtál egy mondatot, amit muszáj megkérdeznem, hogy szerinted nem feltétlenül most jó az az irány, az a gyereknevelés irány, amiről mondjuk ma beszélünk. Ez gondolom nem azt jelenti, hogy te magad egyébként vallod azt, hogy ütni kell a gyereket. De hogy van, nem, sőt, hát abszolút nem. Nem, hanem inkább az, hogy az szerintem még a... Nem volt ez általános, tehát nem, az, hogy valami elcsattant, az egy dolog, de azt nem is vettük igazán rossz néven, mert ez annyira az életvele járója volt, hogy ez ilyen megszokás. Valószínűleg a szüleim is, vagy ők se vertek állandóan, nem volt ebből sport, hanem ha valaki rosszat csinált, akkor érezze a súlyát, elcsattant valami, vagy odahajítottak valamit, vagy azt ne csináld, ezek kétszer szóltak harmadszorra, már tudtuk, hogy azért valami dörgedelem lesz, vagy lesz súlya neki, tehát majd mit tudom én, vagy majd nem kapsz ezt, vagy azt, vagy ez, vagy az. Tehát volt benne egy ilyen típusú irányítottság, de szerte az országból ezt mindenütt, és hagyd ne mondjam, hogy néhány tanárnak is azért elcsattant a keze, mert pontosan tudtuk, hogy kik azok, akikkel nagyon kell vigyázni. De ez nem jelenti azt, hogy ők rossz tanárok voltak. Hát azért ma már ez így... Hát ma már az a baj, hogy igazából véve nem vagy az nem a... örülnék neki. Hát igen, de nem, másképp, tehát ma már a világ másképp diktál, mert most a tanár még csak eszébe se jutna, hogy egy gyereket megfegyelmezzen bármilyen szinten. Mert esetleg lehet, hogy megvárják a sarkon. Tehát sajnos azért mondtam, veszélyesebbé vált a világ, mert ez egészen más, és ez nem az ország, hanem effektív a világ. Tehát ez más helyszíneken is. Mondjuk így azt gondolom, hogy én el szoktam választani, hogy a nyugati világ meg a keleti világ egymástól. A nyugati világban fegyelmezés van, és szabályok, a keleti világban meg törvények vannak. Na, ez nagyon jó, ez egy érdekes dolog, mert erről akartam veled beszélni, hogy mit nevezel a keleti világnak? Hát tőlünk keletre. Tehát mindenkit, aki tőlünk keletre van. Na csak, mert egyébként te nagyon sokat jársz akkor a keleti világba. Ugye tanultál is japánul az ELTE-n, azt hiszem 2,5 évet, vagy mennyit jöttek? Hát 2 volt az. Vagy 2 évet, jó. De jártál is Japánban, most Vietnámból jöttél haza, igen. Ugye? Tehát, hogy ilyen van valami Ázsia fanatizmusod. Én szeretem ezeket a helyszíneket, amúgy is én szeretem nagyon az autentikus népeket, tehát én, bocsánat, kelet-nyugat, teljesen mindegy, hogyha olyan helyszínen járok, hogy úgy mondjam, még a kezdetleges fejlődés útján vannak, ahol még a természet sokkal inkább beleszól egy nép életébe, vagy egy család életébe, mint mondjuk bizonyos szabályozók és bizonyos törvények, vagy hát nem is igazán mondom ezt, inkább mert ez a törvény ez egy rossz szó, mert a törvényeket nálam egy más jelentenek, mint amit mi ezt megszoktunk. Éppen ezért természetesek. Tehát az a legfontosabb. Na de várj, mert azért Japán az pont arról híres, hogy a nagyváros, a totál túlszabályozott társadalommal, ahol az is megvan szabva, hogy kikihez szólhat, és milyen nyelven szól hozzá. Vietnám kevésbé, de Vietnám meg hát nem nevezném demokráciának. Tehát ott is azért szabályok vannak rendesen. Hát érdekes ez. Más. Tehát a Japán sincsen túlszabályozva egyébként, hozzáteszem, mert nincs annyi probléma felsorolva, mint amennyi nekünk van napi szinten. Tehát a japánoknál van egy nagyon érdekes udvariassági szokásjog, ami nem törvényben van iktatva, de pontosan tisztában van mindenki a másikkal,
egy negyed óráig csak egymás névjegykártyáját nézegetik, hogy hozzá képest hol áll, igen, a másik, és eddig tart. Tehát utána nincs az a végtelen lealázás a másiknak, hogy éreztessem vele, hogy én több vagyok ma, és nem, ez nem anyagi szinthez van kötve, ez nem valamilyen titulushoz van kötve, ez pusztán emberi. És aki ezt viseli, az pontosan, hát én nem tudom, mi történt velem, de aki ezt viseli, az pontosan tudja, hogy ő meddig tud elmenni morálba, és meddig engedheti a másikat el morálba. És ez szimpatikus neked? Hát természetesen, nagyon tökéletes. Ugyanakkor nagyon, nagyon pozitívak, egyébként hozzáteszem mind az élettel szemben, mind egymással szemben, ne beszéljünk az udvariasságról, mert az nálunk nincs, ott meg így ébrednek, vagy így születnek. Említetted a Vietnámot, hogy nincs demokrácia, nagyon furcsa ország. Nagyon érdekes megtapasztalás volt abban a szempontból, hogy komolyan mondom, még ennyire nyugodtnak, meg felszabadultnak ritkán éreztem magam, mint ott. Nem éreztem egy perc pillanatig sem veszélyt magam körül. Az embereknek a mentalitása az annyira tiszta és odaadó volt, hogy az nagyon-nagyon ritka dolog, majdnem azt mondom, hogy tanítani kellene. És hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy 10 méterenként van kint egy sarlókalapács, vagy valamilyen tiltott jel, ettől függetlenül nem találkoztunk egyáltalán az utalásával. Tehát a szabályokkal, a tiltásokkal? Hát igen, nincs. Jó, mondjuk nincs kereszt, nem élsz ott, nincs persze, érdeke. Oké. Hát még ha ott is élne az ember, találkoztam olyanokkal, akik a nyugati szférából mentek oda élni, meg 2 éve ott éltek, és hát nem azt láttam az arcukon, hogy belennének feszülve. Jó. Oké, de azért ez érdekes, mert hogy milyen értékrend körvonalazódik, ez nagyon furcsa, ezt így még én nem is hallottál téged ilyen markánsan megfogalmazni, tehát ez az egymás iránti tisztelet, az udvariasság, a magad körüli biztonság, hogy ezek lennének neked a legfontosabbak? Szerintem mindenki számára ezek nagyon fontos dolgok. Hát hogy érezze egy gyerek magát biztonságban úgy, hogyha nem is tudja, hogy biztonságban van-e vagy nem? Hát egy gyerek megszületik, ő biztonságban érzi magát. Addig a pillanatig, amíg a veszélyeket meg nem mutatják neki. Mert nem tudja, hogy mi az, ami süt, nem tudja, hogy mi az, ami szúr, nem tudja, hogy mi az, ami vág. Ő felhőtlenül éli az életét. És ezt akkor elkezdjük nevelni, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megszületik és eltelik az a akklimatizációs 10 nap, amíg csak az anyja mellét ismeri, és elkezd körülnézni a világba, onnantól kezdve 20 éves koráig csak nemeket kap. Tehát semmilyen igent nem kap. Csak ezt nem szabad, azt jaj, ezt nem szabad megfogni. Ó, ide ne nyúljál, mert az azért, ó, az igen, vág, igen, azt nem szabad, ezt nem szabad, azt nem szabad. Csak tiltjuk a gyereket, semmi olyan nincsen, ami terelni előre a gyereket. És nem tanítjuk meg a szülőket arra, hogy a szülőnek a gyereket nem tiltani kell, hanem terelni kell. Abban a pillanatban, hogyha nyúl a vágó cucc felé, hogy el tudja vágni vele a kezét, akkor azt mondják, jaj, de érdekes, azt nézd meg, és már el kell terelni a figyelmét, és ezt tanítani kell, mert szóval magától nem működik. Nem, én ezt láttam Japánban, és nekem lett volna igényem mocskos módon elverni a gyereket, mert azt látni, hogy a televíziót, amire a szüleim 20 évig dolgoztak, és ott Japánban ugye, egy kis kalapáccsal verte a gyerek, minden nap meg nélkül, és mindenki szénére ölte magát, és így ütögették, hogy ezt a ügyes gyereket, hogy milyen szépen kalapál. Én komolyan mondom, visszafordítottam volna a kalapácsot, de tűrtem, mert ugye azért vagyok a világban, hogy figyeljek és tapasztaljak, úgyhogy azt néztem, hogy meddig lehet ezt még elvinni. És gyakorlatilag ütögette egy darabig, kicsit szétverte az oldalát, de még azért megjött az adás, és utána szépen elterelték vele, hogy jaj, de ügyesen fogod a kalapácsot, de most adunk neked egy kis kolbászkát. Azt akkor adtak helyette egy másikat, azt a gyerek már mindjárt abba az irányba ment tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag nem lebeszélték róla, mert a tiltás az mindig egy vonzás. És hogyha valamit tiltunk, akkor afelé fog menni már csak Dafke is, mert az tiltott dolog, és a tiltott gyümölcs nekünk mindig finom. Jó, ez jó, amit mondasz, meg egy érdekes megfigyelés, hogy azt mondod, hogy Japánban inkább ezt láttad. De én bennem meg úgy merült fel, hogy amiket elmondtam, ezek ilyen nagyon klasszikus értékrendre vallanak, hogy te egy ilyen klasszikus konzervatív vagy?
Hát lehet, nem tudom, sose tudtam, hogy hova soroljam magam. Meg nem is nagyon figyeltem azt, hogy most nekem kell ennek megfelelni, vagy nem. Aha. Igazából véve nem kaptam otthon olyan típusú, mondjuk, ha már ezt a szót kimondtam, hogy tiltás, tehát nem volt ilyen irányítás, hogy fiam, neked ide kell menni, vagy nem, ide ezt nem szóltam. Nem a mai értelembe véve kicsit rossz megfogalmazással liberális nevelést kaptam, mert azért a konzervatív, meg a nem, azért az megvolt a családom belül is. Tehát megvolt a családom belül az, hogy mit szabad, mit nem, kik vagyunk, hol vagyunk. Ezek érdekes módon megvolt. Tehát egy ilyen kicsit polgárias családban nőttem föl, de már egy másik fajta világban, ahol meg pont ezeket az értékeket zúzták éppen le. Tehát, hogy a kettőnek a keverék az elég izgalmasan találkozott bennem. És most mi, hova sorolnád magad egy ilyen koordináta rendszerben? Tudod, mondjuk itt a közép, akkor itt van a nagyon liberális, itt van a nem tudom, nem teljesen tekintél. Igazán. Nem tudom, csak hát érdekel. Ha az autentikus népekből indultunk ki, és afelé terelődünk, mert én mondom, az egy bizonyos fokú ősiség is, ugyanakkor már feledésbe is kezd merülni, és már elfelejtjük azokat a típusú törvényeket, amik ősidőktől fogva fontosak számunkra. Nem fontos a mai nap törvénye, mert az nem érdekes. Az ősiségnek a törvény az sokkal fontosabb, sokkal izgalmasabb azt tudni, hogy mi miért történik a világban, amit már felejtünk. Sokkal izgalmasabb azt tudni, hogy ha megiszom ezt a pohár vizet, akkor a nyirokrendszeremnek a keringését fogom elősegíteni vele, és nem a szomjamat oltom. De nem mondjuk el. Sokkal izgalmasabb azt tudni, hogyha nem sorba állok a gyógyszertárnál, mert felsoroltak nekem 70 fajta gyógyszert, ami beállítja éppen azt a valamit, ami arra az egyetlen területre fontos, hanem úgy effektíve egyben nézem az embert, és azt nézem, hogy boldog vagy nem boldog. Ha boldog, akkor minek gyógyszer? Ha nem boldog, minek? Jó, igen, jó, értem. Ez egy jó ilyen filozófia tulajdonképpen, hát de gondolkodtam azon, hogy miért jársz ennyit utazni, és hát nyilván egyfelől benne van az, hogy milyen jó alapanyag ez egyébként a saját esélyedhez, másfelől meg ezek szerint ezeket a törvényeket, szabályokat, kultúrákat akarod úgy megfigyelni. Úgy hívom, hogy önkielégítés. Igen? Igen. Hát sajátos. Hát mert hogy az. Ugyanis ezek megtapasztalások, igazság szerint nagyon izgalmas dolog emberi kapcsolatokat nyitni és keresni, találni olyan pillanatokat, hogy nincs összekötő kapocs, mert nem egyforma a nyelvünk, azt mégis tudunk beszélgetni. Kíváncsi vagyok a kultúrájára, és azért befogadó vagyok. Nem pedig azt várom meg, hogy majd beengedjenek. Jó, egy kérdés még hadd tegyek fel ezzel kapcsolatban, aztán a Monteverestet is szeretném még szóba hozni. De hogy ha ennyire nyitott vagy más kultúrákra, meg más szokásokra, akkor te mondjuk nyitott vagy az arab kultúrára is? Ugye ez most egy eléggé akut kérdés. Igen, de ott. Tehát most ez izgalmas kérdés, ugye, mert az jelen pillanatban a jelen politikája. De kérdezted az elején, hogy mik a tabu témák, és mi az, amit engedek, meg mi az, amit nem. Ha most valaki keleten jár, de még csak nem is kell keletre menni, mert túl messze van már tőlünk, hogy gondolati síkon eljussunk odáig, de mondjuk menjünk Dél-Európába. Ha valaki innen ebből a kultúrából elmegy Dél-Európába, akkor azt látja, hogy Dél-Európában vékony ajtók vannak a házakon, még csak be se csukják, sétál az ember az utcán, és gyakorlatilag a ház ott kezdődik közvetlenül az ajtóban. És ők úgy élnek, hogy bent is vagyunk, kint is vagyunk, jaj, de nagyon boldogok vagyunk, és beengednek a lakásukba legalább betekinteni. Tehát gyakorlatilag nyitottak. Nem dugják el magukat, igen, pedig tudjuk, hogy van mafia, tudjuk, hogy vannak bűnözők, tudjuk, hogy vannak rablók. De most hova akarsz ezzel? Hát akár mondjuk menjünk el Dél-Olaszországba, menjünk el Spanyolországba, Dél-Franciaországba, ezek mind nyitottak. Na most onnantól kezdve, hogy egy olyan kultúra rátör erre a területre, aki nem kíméli ezeket a pillanatokat, nem keresi, nem engedi meg az, hogy valaki a saját házában a saját életét élje, mert ők bemennek, elvesznek mindent,
úgy gondolják, hogy nekik ez szabad, nem tartják be a törvényeket, nem tartják be a tiszteletet, nincs tisztelet bennük, mert ide jönnek, és gyakorlatilag horda módjára viselkednek. Ha ebbe futok bele, vagy ezen az úton megyek tovább, akkor azt mondom, hogy ha ez fordítva történik, és én megyek oda, és az ő területekön viselkedek így, akkor levágják a kezemmel, loptam. Hát ugyanazt mondod, nem szereted azt, hogyha valaki tiszteletlen hát a másikkal, vagy felrúgja a törvényét, szabályait. Azért mondtam, hogy az arab kultúra felé nyitott vagyok, mert ez egy ősi kultúra. Tehát teljes mértékben kíváncsi vagyok, ha ott vagyok. Tehát itt nem fogom megtanulni úgyse, mert azok, akik ide jönnek, nem azt hozzák el. Jó, akkor ezek szerint abban nem hiszel, hogy itt lehet együtt élni Európában? Szerintem nem. Egyrészt azért, mert ők túlzárkózottak ahhoz, hogy beengedjenek magukhoz, ez a kultúrájuktán fogva is, és hozzáteszem, hogy egy egészen más dolgot képviselnek, túlzárt egység. Ha ott vagyok azon a területen, és látják a kíváncsiságomat, akkor beengednek. Akkor nincs ilyen, hogy nem tudom megtapasztalni, mert beülök, elfogadom az ételeiket, elfogadom a szokásaikat, elfogadom a vallásukat, elfogadom azt, hogy viselkednek az élete, és kíváncsi vagyok arra, hogy mit, miért csinálnak. Amikor ott jó, vagyok, világos, akkor, ez akkor ez teljesen természetes, mert asszimilálódok oda. Ez visszafelé azok az emberek, akik asszimilálódni akarnak, és ide jönnek hozzánk úgy, hogy élni akarnak itt, azok hozzá maguk a kultúrájukat, és élnek itt. De ők tisztességgel élnek itt. Azok, akik tisztességtelenül jönnek, tisztességtelenül élnek. Jó, ez ugyanaz a probléma, világos. Tehát, jó, a tisztességteleneket nem szereted, érted? Nekem számomra ez a fontos. Jó, világos. Ez nyilván egy nagyon komplex, egyébként meg nehéz téma. Egyébként is mindent a saját maga a hazájában lehet megtapasztalni. Tehát nagyon nehéz lenne itt japánul élni, mert nem olyan a rizs, nem úgy főzik, nem jó, úgy világos. Áll össze. Na de figyelj, hogyha egyszer kultúrák érdekelnek, emberek érdekelnek, meg szokások, akkor a Monteverest az miért érdekel? Ott pont nem erről van szó. Ott nem lehet igazán, vagyis hát lehet embereket találkozni, hát csak egy egészen szélsőséges helyzetben. Igen. Ott nem kultúrákat lát az ember, ott egy hegymászó kultúrát lát, ami... Vagy ez nem? Vagy miért érdekel ennyire? Súlyos tévedés. Jó, van, bocsánat, még sose jártam arra. Én se, de hát a Himalája hegyei, azok nem kősziklák, azok istenek. Tehát ők mind egy megszemélyesített, vagy isten, vagy például Monteverest, egy nő. Tehát kérdezték tőlem, hogy föl akarok menni a tetejére, mondom, nem, mert hideg a csókja, de a szoknyája alá benéznék. Tehát ugye ő egy nő, a világ nő istene. És hát ugye amikor valaki azzal a tudattal megy föl, hogy ő meg akarja mászni a Monteverestet, az lerázza magáról, mint a diót, nem fogja megengedni. Aki elfogadással megy oda, és nem legyőzni szeretné, hanem szeretné elérni a saját maga határainak a csúcsát, az valószínűleg megengedi. Tehát én nem legyőzni akarom ezt a hegyet, és nem azért megyek oda, hanem azért, mert kíváncsi vagyok arra a kultúrára, amelyik létrehozta a Monteverestet, a Kangchenjungát, azt a 8 vagy 12, 8000 méteres hegyet, amit a világ hozott létre természetesen, de mégiscsak egy filozófia, mégiscsak ott van alatta egy buddhizmus központja, mégiscsak ott van mellette egy olyan ősiség, ami még annál is idősebb. És hány méterig akarsz menni? Ameddig enged. Ez így kész fasz, amikor úgy érzed, hogy vége visszafordul? Hát igen, úgy is szólni fog. De most a szólás ez nyilván az, hogy fizikailag rosszul vagy. Hát hogyne, természetesen. Na jó, de edzel rá, nem? Arra kell. De hogy edzenél rá? Hát nem tudom, megkérdezném Klein Dávidot, hogy kell erre edzeni. Hát gondolom, fel kell készülni az oxigénhiányra, erős terhelésre, hegymenet, stb. Nem tudsz felkészülni az oxigénhiányra, mert nem tudsz lemenni a víz alá, mert nem olyan a nyomás. Akkor nem készülsz fizikálisan erre a megméretetésre? Hát nem tudom, hát azért vannak profik, ne engem kérdez. Hát hogyan? Meglepsz. Azt hittem, hogy komolyan, nem tudom, futsz a hátizsákkal. Igen, gyalogolok sokat, nem futok. Nem tudom a technikáját, mert nem voltam még ilyen helyen. Tehát én nem másztam még hegyet korábban, nem voltam magas hegyi környezetben, tehát nem tudom, milyen érzés a légszomj.
sok olyan összetevő van, amit nem tudok. Nem félek tőle, mert sose féltem. De viszont a tartás az természetesen megvan. Tehát én nagyon sokat, 24 éven keresztül kutyáztam, mégis minden kutyához úgy megyek oda, hogy pontosan tisztá vagyok vele, hogy bármikor leharaphatja az ujjam. Tehát tisztelem őt annyira, hogy nem megyek bele a környezetébe. Voltam vadállatok között sokat, mert egy barátommal tartottunk farkas tigris, megtanultam azt, hogy a vadállatot nem szabad elfelejteni egy pillanatra sem, hogy a vadállat akármennyire szelít. Tehát ő nem cica. Ezért nem megyünk oda, és nem megyünk bele a belügyeibe, mert abban másodpercben törleszteni fog. Ugyanez van a természettel, és ugyanez van a hegyekkel is. Én így gondolom, így élek, tehát én mentálisan nagyon sokat foglalkozom vele, mentálisan nagyon készülök arra, hogy a bizonyos határaimat hogyan fogom átlépni. Edzeni valamilyen szinten fizikálisan kell, de ebben a mai rohanó világban nagyon nehéz úgy edzeni, hogy napi szinten eltöltsek ezzel 6-8-10 órát. Ahhoz nekem ki kellene vonulnom ebbe a világból egy évre. Ha az lenne a célom, hogy fölmenjek a tetejére, akkor ezt tenném meg. Így van. Mert előképzettség nélkül biztos, hogy nem tudom. De azért csinálni. Akkor is. Most nem tudom, hogy vagány vagy vakmerő, amit csinálsz. Nem tartom vakmerőségnek. Mert egy kicsit olyan, mint amikor beleugrottál a papszerepben, ha utálszöveget tanulni, nem? Hogy lesz, ami lesz. Van benne ilyesmi, elképzelhető. Nem tudom. Tehát figyelj, megmásztuk a Fujit a barátommal úgy, hogy sose voltunk ott. Hát honnan tudjuk, hogy milyen? Ha 3700 méter magas durván, 3664 vagy 67, most nem remélem, hogy nincs földrajzonára közelbe, de minden esetre nekiugrottunk úgy, hogy rövid gatyába indultunk el. Nem mondták, hogy hideg van a tetején. Úgy fáztunk, mint a vadászkutya. Ott már mindent fölvettem volna, de azzal nem embertelen. És 2000 fölött már azt is megbántuk, hogy elindultunk. De van egy ilyen japán mondás, hogy bolond ember az, aki nem mássza meg a Fujit életébe egyszer. De az is, aki kétszer. És úgyhogy megtapasztaltuk, hogy milyen. És fölmentünk a tetején, nagyon frankó volt. Onnantól kezdve tudom, hogy a 3600 méterig milyen gondjaim vannak, vagy nincsenek. 3600 fölött nem voltam sose. Hát akkor most megnézzük azt, hogy ott a 3600 és bizonyos magasság között mi fog érni engem. Ha valamilyen szinten rám tör a fáradtság, azon valószínűleg fizikailag még át lehet lendülni. Ha valamilyen szinten rám tör az erőtlenség, azon át lehet lendülni valamilyen módon. Ha úgy érzem, hogy egyedül maradok a problémáimmal, akkor azért jönnek a Dávidék, és azért vannak, hogy én velük megyek föl, hogy tudjak segítséget kérni, főleg mentális szinten, mert nem tudnak erőt adni másképp, csak úgy, hogy azt mondják, hogy figyelj, lépjen még hármat, és akkor majd fogsz tudni tovább jönni, az nekem lehet, hogy elég lesz ahhoz, hogy arra segítsen, hogy tudok tovább menni. Technikailag nem tudok tanácsot kérni tőlük, mert azon kívül, hogy az ember előre teszi a kezét, megfarkja föntebb a lábát, azon kívül nem tudok mást elképzelni, hogy mit kell csinálni. De majd megtapasztalom. Nem, inkább az az érdekes, hogy mennyire egy a természetre bízod, vagy azt mondod, hogy mindenbe hát belevágok, aztán majd úgy is. Ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Éveken keresztül tanítottam gyerekeket szerinted. Lovagolni, úgy, hogy magam sem tudtam. Én azt hittem, hogy te jól tudsz lovagolni. Jól tudok lovagolni, tehát ez nagy képűség, hogy jól tudok lovagolni, senki nem tud jól lovagolni. Viszont meg tud ülni a hátán. Na most azt mondtam a gyerekeknek, hogy az első ember, aki a földön, az első ember, aki fölült, az volt a legbátrabb ember a földön, mert fölült egy olyan állatnak a hátára, ahol még sose ült ember. És nem foglalkozott a veszélyével ennek a dolognak, hanem a kíváncsiságát elégítette. Na jó, de azt mondom neki, volt-e olyan az életedben, ami most a lovas példánál maradva, ott ugye szokták mondani, ha leesel, azonnal vissza kell ülni, különben soha többet nem fogsz. Neked volt ilyen az életedben? Nem biztos, hogy lovakkal, bármivel. Hogy nem ment, de visszaültél a hátára. És hogyha elült az autó, azért még beleülünk. Tehát, hogy, hát igen. Hát nem tudom, sose foglalkoztam ezzel. Miért ütött el autó? Nem ütött el autó. De. Igen, ütött el autó. Igen, 130-al. Hol? Az, hát itt. De hol álltál? Hát álltam az útszélén, hátam mögött hallottam egy fékcsikorgást, megfordultam, tup, eltalált egy autó 130-al, azt átrepültem a saját kocsimat, aztán kimásztam az árokból,
Az zokon vettem. Az milyen? Nem történt semmi, meg hát másra fájt egy kicsit a combom, de aki látott, az azt látta, hogy megkaltam, mert a levegőbe repültem így. De az nem jelenti azt, hogy azért másnap majd nem ülök bele az autóba, mert elütött egy kocsi. Tehát nem volt ilyen élményed? Hát nem. Tehát ezek megtapasztalás. Tulajdonképpen egy orvosi csoda, hogy ez, mert ugye elmesélted, hogy egyszer leütöttek baltával. Nem meséltem, ezt te mondtad. Nem most mesélted el, hanem ja, hogy lehet tudni, igen. Hogy... Jó, de ez nem hírforrás. Tehát igazán, na, az például látott egy autót, téma. Tehát, hogy, igen, hát van ilyen, de hát mások se panaszkodnak minden nap, hogy vannak nem ilyen problémájuk. Nem is nagyon ütik le őket baltával, vagy röplik át a saját kocsijukat. Hát akkor történik velük más, hát most nem mindegy. Hát a fizikai, lelki sérülések, azok között az a különbség, hogy a fizikai sérülést azokat túl tudjuk élni, a lelki sérülést nagyon nehezen. És az embereknek lelki sérülésből sokkal több van, mint fizikai sérülésből. Nem, de az embereknek igen. Tehát az napi szinten van olyan ember, aki mentálisan nem tudja feldolgozni azt, hogy mondjuk esetleg ő vele másképp beszélnek, mint ahogy szeretné, vagy nem beszélnek, vagy mit tudom én. És a fizikai sérülést az kiheveri az ember, mert ha levágják az ujjamat, hát nem nő ki, mint egy gyíknak, de hát tudom, hogy volt. A lelki sérülésekkel az a probléma, hogy azokat nagyon nehéz orvosolni, mert nincs segítség benne, nem járunk napi szinten pszichológushoz, nincsenek már papjaink, akik megmagyarázzák a dolgokat, tehát gyakorlatilag egyedül vagyunk a problémáinkkal, és ez sokkal nehezebb, mert egy befelé fordulást okoz. Most, ha még az is kiderül, hogy te ennyire lelkizős is vagy, akkor ez nagyon izgalmas badárkép lesz. Nem, én figyelem a világot. De az vagy? Tehát amikor az előbb azt mondtad, és akkor azt zokon vettem, hogy átrepültem a kocsin, hát félig viccesen, oké, ez egy fizikai sérülés, ki lehet heverni a te logikát szerint? Az, hogy összetört a kocsimat. Hát ez sokkal fontosabb, mint a te testi épséged, végül is teljesen logikus. De mi az, amit zokon veszel, és nem fizikai sérülés? Hát például nem szeretem azt nézni, hogy mások boldogtalanok többek között. És teszel ellene? Hát hogy ne tennék? Hát, hogyha tudok segíteni benne, akármilyen szinten, mentálisan, fizikálisan, hogyha tudok benne segíteni, akkor szívesen. Tehát, de nem vagyok egy ilyen megmondó, meg nem vagyok egy ilyen halálosan érzelgős lélek, hogy most majd mindig sírok valakivel, hanem ha, tehát nem tudom elviselni a kiszolgáltatottságot, az emberi, nem velem, hanem másokkal szemben, hogyha másokat valamilyen szinten megaláznak, vagy hogyha például látom a problémáját, hogy egyszerű lenne megoldani, de maga se tudja, hogy hogyan. De várj, most rövidnek kelled, mert a műsoridő végén vagyunk, de mondj már egy példát, hogy mi volt az, amikor téged zavart valakinek a boldogtalansága, és közben is avatkoztál. Mert egyébként a humor maga, az egy ilyen boldogtalanságűző. Az egy komoly gyógyító program. Na jó, igen. De mondj egy példát, láttad, és közbeléptél. Nem tudok példát mondani, napi szinten vannak. Tehát én most erre nem tudok neked konkrét példát adni, mert nekem napi szinten vannak olyanok, hogy egy emberrel csak beszélgetek. Nem történik semmi. Nem is mondja el. De látom rajta, hogy van belül valami bibi, és nekem nem kell, hogy nekem panaszkodjon, meg sírjon a vállamon, hanem egyszerűen csak átvezetem egy érdekes beszélgetése, hogy felszakítom benne azokat a dolgokat, amik esetleg szemet nyitnak neki a világra, és akkor nem saját maga őrli saját magát, és akkor tekerje a boldogtalanságát, hanem kiszakítom abból a környezetből, csak egy puszta beszélgetése. Lehet, hogy pont egy ilyen, mint amit most mi tettünk, lehet, hogy csak elmesélem neki, hogy Japánban nincs olyan, hogyha megállítok az utcán valakit, akkor ne akarja nekem segíteni, vagy félre söpör, hogy hagyjál béké. Tehát nincs olyan, hogyha azt mondom neki, hogy el tudna nekem magyarázni, hogy jutok el ide meg oda, akkor a minimum az, hogy azt mondja, hogy elkísérem. A másik az, hogy üljön be a kocsimba, elviszem. És nem mondja azt, hogy sajnos nem érek rá. Abba az országba, ahol így vannak takra, de mondok példát, tehát volt olyan, hogy annyit mondtunk nekik, amikor ott voltunk a barátommal Japánban egy családnál, hogy hónap elmegyünk Nikkóba. És ez részünkre egy közlés volt, hogy elmondjuk nekik, hogy hónap elmegyünk Nikkóba, tehát ne csinálj nekünk majd ebédet, meg nem tudom micsoda, ne számítsanak arra, hogy mi a családdal majd együtt bohóckodunk, mert hogy mi elmegyünk Nikkóba. Ők meg egész nap sisteregtek, meg azért, hogy tudtuk, szóval akkor vacsoránáig közölték, hogy hát, jó, hát akkor...
elmegyünk. Akkor elmegyünk hónap Mikóba. Szóval akkor ütköztünk meg, hogy hát mi nem ezt mondtuk. Hát mondtuk, hogy ne, hát mi csak mondtuk, hogy majd elmegyünk Mikóba. Nem, most már így megbeszélték. Végül is 17 éve nem vették ki a szabadságot, úgyhogy most már akkor így döntöttek, akkor menjünk. És akkor elvittek Mikóba bennünket, ami 270 kilométerre volt. Hát a térképen csak ennyi, tehát ezért gondoltuk, hogy elmegyünk. Ha nem visznek el, sose jutunk oda. 17 éve nem vették ki a szabadságot. És időt szakítottak ránk. Most add össze. Tehát ezt mondod, tehát időt szakítani. Igen. Meg terelni, ez nagyon fontos. Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk. Nagyon örülök neki, hogy itt voltam. Badár Sándorral beszélgettem az elmúlt percekben. Ha visszanéznék ezt a műsort, megtehetik a Hír TV oldalán, a YouTube-on vagy a Facebookon, keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!